Jó napot kívánok, nagyon szép napot mindenkinek, köszöntöm a kedves nézőket, az M3 autóparban vagyunk ugye Budapesten a 15. kerületben, a Szent Mihály út 90 számban, itt látható a Nissan X-Trailünk, ami eladó sorba került. A járművünk 2006 harmadik havi darab, egy ilyen kis bézs, szürke, bézs metál színű jármű, 2.2-es dízelmotor van benne, ez 136 lóerős, kapcsolható összkerékhajtással rendelkezik, és egy 6 sebességes kézi váltó tartozik ez a meghajtáshoz. A felnik, ugye alufelnik rajta, én úgy láttam, hogy a gumik azok jó állapotúak, egy Continental set van a járműben, és a csomagtartóban, ugye ott alatta a pótkerék is egy alufelni tulajdonképpen. A gyári sötétítés nagyon szép, ugye B-oszloptól hátrafelé látjuk a sötétedő üvegeket, a tükrök ugye jobbról balról, ilyen kis króm bevonatú díszítő elemet kaptak, és a gazdája viszont kért egy nagyon jó kis extrát, ez egy jó nagy üvegtető, hát egy fél autónyi üvegtető, tehát ez nem napfénytető, ez annál kicsit több, tehát egy jó nagy üvegfelület van ott felettünk, és nagyon szép kilátást biztosított, főleg a hátsó utasoknak, és ugye ez egy elhúzható rólóval is rendelkezik, hogy ne süssön a szemünkben nap, esetleg, hogyha olyan fényhatás érne itt a kocsinkban, akkor ezt el lehet zárni. Van két kötfényszórónk elől, és lámpamosók, tehát az autónk az xenon fényszórókkal dolgozik. Aztán itt van egy 2.2-es dízelmotor, előbb próbáltam, de majd megyünk még egy kört vele. Jó kis vartaksi van benne, az jó nagy intercooler hűtő, láncos meghajtású, ugye? Látjuk, szervóolajtartály, kiegyenlítő tartály, és a fékolaj szint is teljesen rendben van, a motorja pedig hallhatóan egyenletesen, normálisan jár. Ez lenne tehát a motorhang, amúgy éppek a lámpái, épp a szélvédő, éppek a tükrök benne, és a kötfényszóró is ugye épp állapotban van. Az kilincseket is nézem, ugye azok is szép kis krómdíszítésűek, csillog-villog, elő-hátul. Ugye a tető korlátra lehet tenni, ugye kereszttartókat, itt vannak a helyei, ezt kipatintjuk, és akkor föl lehet tenni rá a kereszttartót. Ugye van vonóhorog az autón, tehát hogyha valaki szeretne egy kis utánfutót, akár nagyobbat is ugye utána tenni az autó, utána akkor lehet húzni vele egy lovat is, vagy egy bármilyen utánfutót. A gazdája vett bele egy jó kis csomagtértálcát, így a hátsó rész az teljesen originál állapotú, és ha belenézünk alá, akkor itt van az eredeti ugye pótkereke alufelnyire szerelve, amúgy benne hagyta a gazdája a felakadási jelzőt és ezt a kis EU dobozt. Az ülései ugye ledönthetőek, ott van a két kis bogyó, azt felhúzzuk és le lehet dönteni, vízszintes felületté alakítható, jó nagy tér van benne, tehát lehet pakolás szempontjából is nézni az autót, hogy lehet hasznosítani tulajdonképpen a teret benne. Nézzük a hátsó ülés sort. Ugye bőrbevonatú, nagyon kellemes tapintású, jó kis bőr. Itt a srácok Feri és Peti kollégám már el is helyezkedtek. Itt a könnyök támaszon, ugye felhajtható, illetve ilyen sízsákszerű valami. Ugye hosszabb tárgyat is el lehet ott benne dugni végig, és akkor ugye két szélső utas ugye még mindig kényelmesen tud csücsülni. Na és itt van fölöttünk ez az üvegfelület, egész jó kilátást biztosít, nagy fény van benne, világosság itt a hátsó részen. Van előoldalt függönylégzsák a járművünkben, aztán ugye mind a négy ablak ugye elektromos kis moci segíti a mozgásában. Balkész felől itt ugye a négy darab elektromos kapcsoló, ez a bal első, ez automata, ugye láttuk, hogy végig is szalad, és visszafelé is megteszi a dolgát. Ezt persze lehet szakaszossá is tenni, de csak egyszer megnyomjuk és teszi a dolgát. Viszont ezt nem csak teszi a dolgát, hanem egy nyomásra, hanem sok nyomásra teszi a dolgát. Tehát ezt lehet ugye tolni előre, hátra, billenteni a üléslapot, és ugye a támla is ugye ezzel a mozdulattal ugye lehet ugye kezelni, és a jobb oldali ülést is, tehát mind a két oldala elektromos segítséggel ugye állítható. És ha már itt len vagyunk, akkor látjuk, ilyen kis alupedálok vannak, ilyen kis sportos, van benne menetstabilizátor, a tükrök behajlanak, és ugye ezzel a kis gombocskával tudjuk át irányítani a
az áramot, hogy melyik vezérlődjön, a tükör ugye behajlik, behajlott jobbról is, és visszafelé pedig vissza is lehet ugye csukni. Megnézzük a tetőt is, hogy az hogy működik, és közben lehuppanok ide, és ugye látjuk, hogy be van húzva a kézifék, és nincs bekötve az ember, aki a vezetőülésbe ült. Be van kötve most már, tényleg. 166 ezer kilométer futással rendelkezik. 166.933, és ugye látjuk, hogy nem világít most már egy lámpassal, kéziféket is kiengedtem. Gázadásra jól reagál a mocink, úgyhogy majd meg is fogjuk próbálni nem sokára. Vannak tárolórekeszek itt balról, és itt be tudjuk tenni a telefont, mert van itt ugye 12 voltos csatlakozó is. Aztán állíthat ugye a bőr kormányunk, amiben van ugye egyszer rádióvezérlő, és egyszer pedig tempomat, ezt megnyomjuk, a kis zöld lámpa felgyullad, balkész felől, ott a fordulatszámérőnél, és tudunk akkor sebességet fixálni. Megvan a két eredeti kulcsa a kocsinak, távirányítós, nyomógombos, ugye nyitzár az összezárat, ugye most két kerék meghajtás van, állítottuk, hogyha bekapcsoljuk, akkor ott mutatja, hogy automata verzióba betettük, és ugye van zár is rajta. Van egy navigációs egység, ez gyári benne különben, ott mutatja, hogy hol vagyunk, aztán ezzel tudjuk őt vezérelni, ezt a rádiót pedig én beállítottam, ez a gyári Nissan rádió, néhány csatornát belőttem rá. Nagyon szépen és kellemesen, tisztán, finoman szól benne a zene. Automata klíma van az autóban, itt van a hamutartója, szivargyújtó, hatos kéziváltó, ezt ugye említettem már, és van egy szuper extra, itt bár én azt gondolom a bőrös autóban ez feltétlenül elengedhetetlen dolog, koncertó alá már is begyújtottam, akkor van egy könyöktámasz, ami ugye felhajtható, és itt van a koncertó alá valami izgalmas. Egyszer ugye az, hogy friss műszakival kínáljuk 24.3-23-ig, ugye ezt, én azt gondolom, ezt elmondtam, sok-sok extrát felsoroltunk, és itt van mellettem egy vizsgalap, ami nem is olyan régi, ezt megkérjük koncertót, hogy adja ide nekünk, ha már átnézte. 21.6. hóban vizsgázott ez a jármű, és ott látható egy óraállás, 166.109, ugye? Tehát összességében nem mentek vele, csak 800 kilométert azóta. Aztán van itt egy előző óraállásunk, nem használták túlságosan sokat, 20.23. hó, 159 ezeret kisárgáztam, hogy mindenki lássa, de lefotóztam, meg lehet nézni. És akkor tudunk menni vele egy rövid kis próbautot itt a ház körül, mert hogy pont szerencsés vagyok, én úgy látom. Vagy legalábbis azt hiszem, hogy még mindig zöld a lámpa. Egy nagyon picit sárga lett, de itt még kifértünk, és akkor ebbe a kis szomszéd utcába én bemegyek, és pár sebességet azért váltogatok, hogy megnézzük, hogy ez menet közben is ez jól viselkedik, helyesen teszi a dolgát, hibamentesen teszi a dolgát. Hát egy jó kis terepjárós, átmegy Árkon Bokron, ez biztos, hiszen van összkerékhajtásunk, és ezzel azt gondolom, hogy ki lehet menni a mezőre is, és lehet csapatni vele a sarat esetleg, ha valakinek olyan kedve támad, vagy esetleg olyan helyen él, dolgozik, vagy munkálkodik valamilyen ügyből kifolyólag. Jó, nagy üvegfelület, jól ki lehet belőle látni, fölülre is, hátul csúszkálnak a dolgok, és azt mondottam, el akartam mutatni, ugye ezt el lehet húzni, ezt a rolót egyszer, és ezzel pedig ugye látjátok, el lehet húzni, végig megy, különben lepróbáltam, és ugye föl is lehet billenteni, hogyha akarjuk, akkor el lehet billenteni ezt fölfelé, és akkor behúzzuk, akkor már is a szemünket megóvhatjuk. Körülnéztem egy kicsit ebbe az utcába, és hátul csúszkálnak a dolgok. Itt pedig látjátok, hogy ha nyomol a gázt, akkor szépen megy fel a fordulatszemérő, és jól halad a szerkezet, nagyon jól csúszkál hátul az összes tartozék. Tehát itt vagyunk a kereskedésben, itt fogjátok megtalálni ezt a járművet,
gyertek el hozzánk, nézegessétek meg, próbáljátok ki, legyen a tietek a Nissan X-Trailünk. Köszönöm, hogy itt voltatok, legyen további szép napotok, ne felejtsétek el ezt megnyomni, a viszontlátásra.